Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Mezőtúrváros Önkormányzata nevében. A mai sajtótájékoztatón a 2016. augusztus 25-i sajtótájékoztatóról szeretnénk aljegyző hölgyel rövid ismertetést nyújtani. Az első napi rendi pont, amiről szeretnék tájékoztatást nyújtani, a VBS Rendszerház Kft. Tartott egy tájékoztatót a térfigyelő rendszerek bővítéséről a képviselőtestület számára. Mindannyiunknak nagyon fontos ez a kérdéskör, hiszen tudjuk, hogy a bűnmegelőzésben a visszatartó ereje a kamerarendszernek nagyon nagy, és szeretnénk fejleszteni a városba, tehát újabb kamerákat beállítani, illetve a frekventált pontokra a legújabb minőségű kamerákat beállítani. Megnéztük, tehát éjszaka is színes, tökéletes felvételeket nyújtanak, tehát ez mind a rendszám felismerésben, mind a bűnözők felismerésében nagyon hatásos, tehát a kicserélés nagyon fontos, a testület ezt majd munkamegbeszélésen fogja tárgyalni. A következő nagyon fontos rendelet, amit szeretnék kiemelni, az önkormányzati rendelet a települési támogatás módosításáról. Itt három fő irányban lesz módosítás. Ugye annak idején, amikor ezt az igen szigorú rendeletet megalkottuk, akkor jeleztük, illetve jeleztem, hogy mindenképpen az aktuális helyzethez, az igényekhez mérten fogjuk változtatni, illetve finomítani ezt a rendelkezést, és itt három új változás történt. Az első, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy amióta megszüntettük az udvar és a lakókörnyezet tisztaságának az ellenőrzését, azóta újból megszaporodtak a, hogy úgy mondjam, kevésbé rendezett udvarok. Emiatt a rendelet első módosítása az erről szól, hogy ismét a települési támogatás a tiszta udvar, a tiszta lakókörnyezethez lesz kötve. A másik fontos változás, hogy időszerűvé vált, hogy a temetési segélydáig ugye 30 ezer forintba volt maximálva, most ezt fölemeljük 40 ezer forintra, hiszen az árak, illetve a temetés költségei ezt indokolják. És a harmadik változás, ami nagyon fontos, a talajterhelési díj miatt nagyon sok lakos igen kemény büntetéseket fizet, viszont nincs neki arra megfelelő forrása, hogy beköttesse a csatorna hálózatot, és ezzel kiküszöbölje, ha úgymond, a talajterhelési díjat. Ezért újra visszaállítjuk az úgynevezett önkormányzati kölcsönt, de csak a bekötés finanszírozására. Ez egy maximum 100 ezer forintos kölcsön, amelyet 8 hónapos futamidőbe lehet visszafizetni, és kifejezetten a csatornára történő rácsatlakozásra vehető igénybe egyéni elbírálás alapján. Úgy gondolom, hogy ezzel aki szeretne élni, mindenképpen jól fog járni, illetve megúszza a talajterhelési díjat. A következő három napi rendi pont, amiről szeretnék beszélni, az az MVK Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft. Részére nyújtott tagi kölcsönöknek a meghosszabbítása. Ugye tudjuk, hogy a hulladékkezelést az NHS Szolnok végzi az utóbbi időben, viszont a központ, illetve a központi szerv nem számláz, ezért, hogy biztosítani tudjuk a működést, többször is tagi kölcsönt adtunk a MVK vállalatunknak, és ennek a visszafizetését hosszabbítottuk meg két esetben, illetve a következő napirendben döntöttünk arról, hogy újabb tagi kölcsönt fogunk nyújtani, tehát összességében ezzel körülbelül 60 millió forinttal fog tartozni a MVK vállalat, de erre mindenképpen szükség van, hiszen a szemét elszállítása az mindannyiunk közös feladata, és ehhez szükség van az, hogy biztosítsa az önkormányzat a működéshez megfelelő pénzösszeget. Ezt vissza fogjuk későbbiekben kapni, tehát gyakorlatilag ez kölcsön. A következő napirendi pont, amiről szeretnék beszélni, az a 12-es napirendi pont volt, a TOP 5.1.2-15 kódszámú TOP-os pályázat előterjesztése volt, aminek az a lényege, hogy Mezőtúr önkormányzata 323 millió forintot tud pályázni itt a helyi, úgymond,
foglalkoztatási együttműködések számára. Ehhez ugye konzorciumot kell létrehozni a mezőtúri kormányhivatal, illetve a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatalnak közösen, és így lehetőség nyílik, hogy képzéseket, anyagi javakat vonjunk be a munkakeresők támogatására. Én úgy érzem, ez egy nagyon fontos feladat lesz, illetve nagyon fontos pályázat. Erről döntött a testület, hogy ezt beadjuk. Én röviden ezekről a napirendekről szerettem volna tájékoztatást nyújtani. Természetesen, ha majd a sajtóképviselőjének lesz kérdése, akkor arra megpróbálunk válaszolni, és átadnám a szót aljegyzőhölgynek. Köszönöm. Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A testület második napirendi pontként tárgyalta a Mezőtúrváros önkormányzata 2016 évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 2015 óta a jogszabály már nem teszi kötelezővé ennek a beszámolónak a tárgyalását, azonban Mezőtúrváros önkormányzata tisztában szeretett volna lenni költségvetésével, és ezért került a napirendi pontok közé ez a beszámoló, amelynek alapján a teljesítések időarányosan teljesültek, és az önkormányzat stabil gazdasági lábakon áll. A következő napirendi pont az ötös napirendi pont volt a Mezőtúrváros önkormányzata képviselőtestületének a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 26/2013 12.20-as önkormányzati rendeletének módosításáról. Ezen önkormányzati rendelet módosítását a hulladéktörvény változásai indokolták, tehát egy felsőbb jogszabálynak való megfelelést kellett teljesítenünk. A rendeletben a szelektív hulladék elszállítására két hetenként kerül sor, és ahogy rendeződik a hulladékgazdálkodásnak az országos helyzete, és ahogy majd sikerül kiválasztanunk a közszolgáltatót, akkor vissza fog állni a szelektív hulladék elszállítása 2 hétre. Amiről még szeretnék beszélni, az Mezőtúrváros önkormányzata közbeszerzési szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és az új közbeszerzési szabályzat elfogadásáról szóló napirendi pont. Ezt a napirendi pontot is tulajdonképpen jogszabályi változások indokolták az új közbeszerzési törvény hatályba lépésével. Mezőtúrváros képviselőtestülete 2016 márciusában elfogadta az új közbeszerzési szabályzatát, azonban az azóta eltelt idő tapasztalata alapján a hatékonyabb működéshez egy új közbeszerzési szabályzat megalkotása vált szükségessé. Nem volt elég a szabályzat módosítása, hiszen a módosítások a szabályzatnak a lényegi elemeit érintették, ezért egy új egységes szerkezetű közbeszerzési szabályzatot fogadott el a testület. A főbb változás az az, hogy a szabályzat hatályba lépésétől kezdve az önkormányzati tulajdonú KFT-k és az intézmények is a szabályzat hatálya alá tartoznak, tehát a szabályzat rendelkezésének megfelelően kell lefolytatniuk a közbeszerzéseiket. A 14. napirendi pontot képezte a települési önkormányzatok 2016 évi rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. Ez függetlenül az önkormányzat anyagi helyzetétől ezt a pályázatot tavaly is benyújtott a Mezőtúrváros önkormányzata. Tavaly 50 millió forintot nyert az önkormányzat ennek a pályázatnak a keretein belül, és bízunk benne, hogy az idén is hasonló összegben fog részesülni az önkormányzat. A 15-ös napirendi pontot képezte a folyószámla hiteligénybevételéről szóló előterjesztés. Ahogy az egyik előző napirendnél említettem, az önkormányzat stabil gazdasági lábakon áll. Itt arról van szó, hogy ha valamilyen fejlesztéshez hirtelen mondjuk több pénzre lenne szükség, mint ami rendelkezésre áll az önkormányzatnak,
akkor a bankkal kötött szerződés alapján egy hitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, és még szeretném tájékoztatni a kedves nézőket, hogy a zárt ülésen 3 lakás bérlet meghosszabbításáról döntött a testület, és akkor kérdezem a sajtóképviselőt, hogy van-e kérdésük? Nincs, akkor köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és találkozunk egy hónap múlva.